Dale, Ulag, dale. Come on, Rocky. Come on, let's go. Come on. Gyere, születén. Ez is mindjárt a bérik. A ház előtt megint bérett egy banán, pedig gondoltam még kitart. Július közepéig. Mikor jön habocska. De még lesz az egy banán. Ez, amit itt mutattam, az halatva kitart. És még néhány papaja itt belül. Hú, nagy kezd lenni ez a haszontalan bokor. Meg kell kaszabójam. Na, szép mulberry. Fajn tyúkapér. Menjetek el a tyúkapér fámtól, rossz boklok. Na, hol van egy érett papaja? Láttam majd itt nagy sárgan. Ó, nye. Bólin. Nem tudom, ezen az epérfalon valami van. Lapihoz van, egyéb nincs. Bakia, kecs! Itt még egy pici bancs. Ez is ezt már lehet mindjárt születélni, mert a levelek már le vannak nagyjából fonnyiazva. Itt van még egy mulberry. Azt hiszem ez fehér. Ez még gyümölcs nem volt. Ez a papaja olyan finom. Ilyen moka csokoláta, frappé, cappuccino, vagy se tudom mihez hasonlítsam. De rendesen ilyen valamilyen kávés íze van. Jó reggdőrencs. Hónap meg kialak sok tetőt el. BKNMB fotózom. Meg taknyolom, meg tokányolom. Menjünk, vágjuk le a balántot, és nekiálltam itt hordani el cuccokot. Még nagyon nem látni, mert most álltam neki, de ez is meg kell legyen a napokba. Jövő héten tudjam hordani a fődet ide. Nekiá! Ja, lehet az lesz, hogy a billáncsal ideállok, és felrakok mindent innen, és hátra megyek körbe, és hátul lerakom ott a hátsó sarokba. Az lesz hátul a junkyard. Na! Gödörbe léptem. Na, itt van-e? Ja, már láttam a tegnap, már a tegnap előtt a sárgaságot, de mindig ugye halasztom, hogy osztál este vagy reggel, és hónap azon veszem észre magam, hogy csupa sárga van. És rá fog ide borulni a zedényekre. Na, ezt kiméljem meg a kicsi csemetét mellette. Menj arrébb, na, miért nem mész arrébb? Nem látod, hogy jövök a nagy fegyvárral. Húá! Egy jár ide, ne! Ha? Elkaptam, mit szólsz a csicsit? Bang! Szia! Nice bunch! Aha! Oh yeah! One shot! Egy csapással, hogy lenyírtam, mit szóltok? Nagy gyilkos vagyok, mi? Ó, nye, ide ne! Jó, ide nye! Na jó. Bomulgass itt lefelé szép csendesen. Táplálj a többi balánokat. Baláne? Itt van a katuk. Nagyon finom, szeretem a katukot. Nem több jó beletennél. Aki a többi maradhat a törzs, az majd lebomlik.
Van ezen ne pértjük. Hol van a másik kettő volt itt. Ezek hajtások, amit a legelső Mulberry Farmtól vettem, hogy ott van. Nézzük meg a barack farmot. Hát, ha lehet falni róla, egyetlen egy barack van rajta, eddig biztos lejették valami állatok. Ja, ezt is már dézsmáltak. Hát kell más állatnak is. Ja, ezeket, amelyek megkezdték ezeket, bédobjuk a csihámba. Jó van, masetti maradhatott. Papaja felfonyott, mikor lesz gyümölcs a tamarind fámon? Éten egy nő valami zöldség. Jaj, de valami zöldség lett ültetve, de nagyon nem is figyeltem, azt időm sem volt foglalkozni vele. De ez azt hiszem, hogy ezért parzli, mintha... vagy cilantro, adnám. Vagy csak búrján. A franc tudja. Zöldségekhez nem értek annyira. Tomi. Ez az gyönyörű szép tamarind fám. Levelei milyen érdekesek. Pikkelyesek. A gyertya a érneke bé. Még nem, még kemények. Hangyabújba léptem, vigyázz. Annyi gyertya van a fám. Gyertya van egy mekkora szép kövér. Nice. Eltűnt a barackom, tudtam, le kellett volna szedjem mielőtt eltűnik. Egy volt rajta csak. Fuck! Tavaly volt, vagy három. Nagyon finom volt. A nehó van, megvan! Eszik már a bigarak. Na! Ezt elkúrtam. Menjetek el egyet, harapjak én is, na! Ne legyetek önzőek. Szép fehér húsia van. Fenomenális az íze. Kár, hogy a bogarok nagyjából már megették. Na, folytathassátok. Micsoda édes leves, wow. Nyál a szájban, amikor ingalom. Értitek? Mit akartam meg itt hátni? Semmi. Ja, egyéb nincs, a guavák most nem gyümölcsöznek, majd később. Egy-egy banánt még helyenként látok. Nem túl le nagyok. Fuck yeah! Nem maradt ezen még egy-két szem. Párat a minap megettem. Ja, nincsen ezen már. Ez volt a legelső epérfalm, amit ültettem. 2013-ban, 4 éve. Mit csinálok a billáncsának a maradványaival? Lát felhívok egy jócska vasas vigyékre. Annyi, ha ingyen is vagy, adjanak $100. Ó, ja! Van még egy gyümölcs, gyerekek! Majd elfelejtettem megmutatni. Minap látom, hogy itt kezdett teremni nekem. Emlékeztek-e arra, mint elültettem ide egy karót. Még egyszer nincsenek ezek kész, nagyon kemények, meg zöldek. De ez nem tudom, valami szilvaféle, mert nem pont szilva, de... vasoncsikkó.
Na, kíváncsi vagyok, hagyjuk még egy kicsit nőjenek és érjenek. Nem látok sokat rajta, csak egy néhányat itt-ott. Ó, de van az alsó ágakon is még, van azért csak olyan zöld, hogy nem látszik. Minden zöld, a lapik is minden. Ó, jó megbokrosodott a tökünk. Töke? Azt hiszem, ez tök. Papaja. Szegény ananász. Na még mindig nem alszom, nem alszom fel lyukkal, vagy kaszával. Gyökér itt majd felalszom azt is most. Most nincs energiám arra fordítani, mert van amit alszni, vagyis lapátolni. Na de telítgetem itt a földet. Mivel egy kicsit szarú billentettem le, oda nem fog jutni elég a sarokba. Ha csak nem hordom, ugye de egyenként lapátta hódani szar, meg talicskával nem lehetett jó maszkálni. Úgyhogy olyan lesz, amilyen. Majd mikor megkeményedik a föld, még hozok egyet talán. Egy rendet. Na, de azt elterítem ma este, hónap. Ugye nagyjából legyek az alappal egy szintbe. Nem fog a házba bejönni a víz, ne féljetek. Nem úgy működik itt felénk. Víz itt nem folyik itt, csak jön felfelé és menjen lefelé. Egy hosszába nem megy. Na de azt ott elterítem, ezt itt egy kicsit hátrafelé és ezt egy kicsit eléfelé. Nem megyek túl magasra, tehát ja, hányként lesz 10 centis, másik 20 centis, max 30 centis. Hogy a vízzel, max vízzel tábla felé kerüljünk. Na még valami paramicsom is lesz, hanem egyéb. Szedjük is le, amíg... Ezek már bérnek bent. Ezt már meg is lehetnek kóstolni. Holy shit, man! Micsoda édes, zamatos, leves paradicsom aromás. Nagyon jó. Ezek a papajafák nagyjából már leáldoztak, de ez a két vékony magas, ez kaszába. Nem tudom pontosan, meg kell néznem, googlozzam a lyukat, kaszávát, mikor kell felásni. James Bean, mintha azt mondtam, mikor virágoznak. Még egyik se virágozott itt nálam. De hogyha a növény nőjen nagyra, akkor már a gumó is kell nőjön alul. Na jó. Rakia, mit csinálsz? Nyelod a lábadot? Hol a lapátod? Gyere, segíts lapátolni. Na jó. Ennyi volt egy kis szüretelés. Vannak ezek az apró legyek, és jönnek így a fejemre. Azért is van szemüveg most rajtam, amúgy nem kéne, de és jönnek a fülemre. Mindenhova jönnek. A szemüveget, hogyha elveszem, akkor jönnek a szememre. Lássátok? Rohadt idegesítő. Hanyjatok el! Hát inkább nyáron vannak, télen nem annyira. Itt már nyár van javából. Oké. Okay. Egy kicsit még lapátolok, egy kicsit innen elpakolok. És hónap folytatom ugyanezt. Lapátolás, pakolás. Úgy lesz a motrot. A motrot nem viszem hátra, ide csak félreteszem. Egy-egy nagyobb darabot csak ide félreteszek, mint a kicsi traktorokat. Ezt majd nekiállok, megjavítom egy szép napon. Mikor lesz itt egy kicsit nagyobb lefődés a ház mellett, hogy be tudjam tenni, szétszedni.
de egyelőre ide félretaszítom a gépeket, az apróságokat összeszedem, hátra viszem, ha az mellől is elképakoljak innen, és készítsem elé a terepet, hogy hétfőn vagy kedden, hétfőn ünnepnap memorial day, lát a bányozal, de kedden reggel indulunk, 3 fúort megakasztunk, szerdán még 3-at, annyi pénz van, 300 dollárom van, egy fúor 45 dollár, úgyhogy 2 napra elég, 2 napra 3 fúor, 6 fúor, és azzal itt egy jó darab meg lesz, amikor elérünk a villanyoszlopig, mind fel van töltve, akkor addig el kiszámoljuk a műhely terveket, mennyibe kerülne. De mielőtt megyek tovább itt a feltöltéssel, azelőtt egy betonos kocsit akkor lát kihívunk, és egy placot öntetünk. Na de arra még kell egyet-kettőt aludni és számolgatni. Rohadt apró legyek. Nem tudom, kamerán látszónak-e. Nincs is mit csináljam, mert elhessék, tehát egy másodperc múlva vissza vannak jöve. Rohadékok. Na jó.